Bár a strandkézilabdához hozzátartozik a napsütés és a meleg, a harmadik Hunvis torna résztvevői alig ha bánták, hogy az előző napi 37 fok helyett szombaton mindössze 30 fokos kánikulában kellett játszaniuk. A két felnőtt és három utánpótlás kategóriában kiírt rendezvényre Szabolcson kívül Hajdú és Borsod megyéből is neveztek csapatok, sőt a Romániából érkező Kálmándi kézisuli részvétele nemzetközivé tette az eseményt. Nekünk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rendkívül fontos, hiszen nagy utánpótlás bázissal rendelkezünk. Ebből kifolyólag nekünk az infrastruktúránk nem annyira felszerelt és nem annyira jó, mint egyébként az ország más részére, hiszen akkor az utánpótlás bázisunk, hogy Pest és Budapest megy, és Budapest után nekünk a harmadik legnagyobb a bázis. A strandkézilabda torna egy olyan lehetőséget nyújt a gyerekeknek és felnőtteknek, ahol biztonságos környezetben felszabadultan tudják megélni a kézilabdázásnak az örömeit. Itt az élményfürdőben azt gondolom, hogy egy rendkívül jó atmoszférában, nagyon jó közegben tudjuk megrendezni ezeket a tornákat. Az Országos Szövetség szakfelügyelője szerint a sportág népszerűsítése szempontjából is fontosak a strandkézilabda tornák. Két hete korosztályos utánpótlás versenyek voltak. Úgy látom, hogyha egy üzlet egyszer beindul, akkor az működik. Most már felnőtt csapatok is vannak, sőt egy kicsit kitekintünk, megyén kívüliek is jelentkeztek, nyílt a verseny. Elég sok csapat jelentkezett, megjelentek utánpótláskorú gyerekek is, bontogatják a gyerekek szárnyaikat. Olimpiai sportág, de egy attraktív, tele olyan technikai elemekkel, amelyek egészen más, mint a teremsportág, népszerű, meg hadd népszerűsödjön. A tiszavasvári ese két csapattal érkezett a tornára, a női mezőnyben és az U14-es lányok között is ott voltak Petruska Zoltán tanítványai. Tiszavasváriban nagyon jó a kézilabda élet, utánpótlás szinten is, felnőtt szinten is. Ugye a női csapatunk megyei bajnok lett, a férfi csapatunk is jól szerepel. Mi utánpótlás szinten szerintem nagyon jó eredményeket hozunk, akármilyen korosztályban is, fiúk, lányokkal, tényleg jó, szépen helytállunk mindig. Az edző örülhetett a torna végén, mivel mindkét csapat az első helyen végzett. A férfiaknál címvédőként érkezett a hajdúnánási Etil alakulat, amely visszatérő vendégnek számít a sóstói strandon. Nyíregyházan megteremtettek egy olyan hagyományt, aminek szeretünk részesei lenni. Körülbelül 5-6 éve járunk ide-vissza, rendszeresen minden évben. Meghívásos alapon eljutottunk oda, hogy az elsők között vagyunk, akinek szólnak és érkezünk, és nagyon szívesen részt veszünk minden egyes ilyen megszervezett tornán. Úgyhogy a célunk az, hogy jól érezni magunkat, és természetesen az első kettőbe szeretnénk lenni, és bízunk benne, hogy ott is leszünk. A csapatról annyit tudok elmondani, hogy egy nagyjából 10 éve együtt játszó társaság, aki baráti társaságként indította ezt az irányvonalat a kézilabda sportágában, és azóta is összetartunk, és ugyanúgy csapatként és barátokként együtt játszunk minden egyes ilyen alkalommal. Az Etil alakulat végül megvédte címét. A serdülő lányoknál a Miskolci Labdababák Fantázia nevű csapat végzett az élen, a serdülő fiúknál pedig a Kisvárda lett az első. A megyei szövetség következő nagy rendezvényét már terembe szervezi, augusztus közepén ismét megrendezik a Junior Kupa nemzetközi tornát.